Szevasztok, köszöntök innen mindenkit. Ez most egy ilyen rendhagyó vlog lesz, mert most nem valahol kültéren videózok, hanem csak itt a szobába. De kamerával és nem webkamerával. Mert most ez egy ilyen bemutatós vlog lesz. Igazából két ilyen retro dolgot mutatok be nektek. Ami már lassan sem jelenik, és lehet, hogy nagyon fiatal néző, még lehet, hogy ilyeneket nem is láttak. Úgyhogy figyeljetek, mindjárt akkor mutatom. Látjátok, ez két Walkman, ilyen kazetta lejátszó, hordozható fajtából. Később nem is menni, tehát ilyen audio kazettákat tudod lejátszani. Hát lehet, hogy valakinek már ez is ismeretlen. Hát most éppen ezt találtam meg itthon, de ilyen ipartörténeti emlékekből azért szeretek megőrizni egyet-kettőt. És de egy ugyanilyen Walkman-em volt nekem is. Mert a dolabig azt hittem, hogy ez a Walkman az elveszett, vagy ellopták, mert egy egyszer csak hirtelen nem volt meg, olyan 2000-2001 körül. És hát aztán most így, pont amikor otthon voltam garázsukkal, meg így néztem, hogy az előkerült. Tehát lehet, hogy valahogy itt a nagy garázs kipakolás, visszapakolás, bepakolás közben mégis meg lett valahonnan. Tehát mindegy, örülünk neki. Ez pedig a testvéremé volt, de... És ebben mind a kettő működik. És ezek rádiós Walkman, de mindjárt ki is fogjuk próbálni őket. Ugye ez egy ilyen, az én a felejtebb, ez digitális. És nyilván rádió is van benne, és ezek a gombok így egytől ötig, ezekkel a rádióállomásokat lehetett rajta eltárolni. Hogy még az se kellett, hogy mindig kikerest, hogy még el akarod hallgatni, és akkor itt vannak rajta a gombok, azok a szokásos, előre, hátra, tekerő, lejátszó. És itt van egy ilyen gomb, ez olyan, mint a billentyűzel a telefonokon, hogyha ezt így elhúzom, akkor ezeket hiába nyomogatom, nem történik semmi, még ki is írja, hogy hold. Tehát ez ilyen véletlen benyomódás ellen van, azért ugye nyilván ezeket a nagy gomboknál ez nem érvényes, de... És akkor nézzük még, mi van itt. Az XBS, ez meg valami basztus kapcsol ki meg be. Hát igazából a nagy jelentőség ennek sincsen, hogyha csak ilyen olcsó fülessel hallgatta az ember. Én nem is használtam, szerintem. Na, akarok olyan megvilágításba rakni, hogy... Ja, hát igen, itt ugye mono stereo, az a rádiónál, lehet érdekes. De nyilván nem kapcsolgatod, de nyilván, ha van stereo, akkor úgyis abba szól, ha meg nem, akkor úgyis monóba. Viszont a szalagtípus lehetett itt kiválasztani. Hogy volt ez a chrome tip típusú, vagy ilyen metál szalag. És akkor, hogyha olyanon volt a zene, amit hallgatni akartál, akkor átkapcsolva erre jobb volt a hangminőség. Ezeket nyilván a jobb magnók, ezek a szalagtípusokat maguktól be tudták lőni valahogy. Ja, ugye a magnó dekkem is olyan, hogy azt tudta. És akkor itt nyilván... Ez pedig ez a kis analóg skála, az vagy ez a... potméter, ilyen tekergető, és ez meg a hangerőszabályzó. Mindjárt rádugok egy füles, csak meg kell annyira felhangosít, hogy halljunk is valamit. Ja, egyébként igen, ez a DC-in, tehát igazából ez lehetett egy ilyen adapter, de nem járt hozzá, igen, nekem nem is volt, de volt olyan univerzális adapter, ami tudod neki 3 voltot adni, és azzal lehetett hallgatni ellen nélkül is. Egyébként megmutatom, hogy két normál szerúzelemmel működik, ugye 3 volt kell neki, 2,5 voltos szerúzelemmel, egy két töltető elemmel is ment valameddig, mert azok csak 1,2 voltosak voltak, 2,4 voltal viszont elég lusta volt. És akkor egy kis érdekesség, akkor ezt ki is próbáljuk egy pillanat. Szóval igen, de ennek ez volt élelzetessége, hát ezt én nagyon bírtam is benne akkoriban, és úgy, hogy... Tehát benyomtad, és akkor tép, és eltűnik a felirat, és leáll a motor, akkor azt jelenti, hogy gyengélkedik az elem, tehát elemcsere. Hát majd mindjárt megnézem, hogy van-e itthon ilyen normál szerúz elemem, lehet, hogy csak tölthető van azzal, meg nem sokra megy, de... Mindegy, meg megpróbáljuk. Akkor így ezzel a... De addig is, hát a rádió még akkor is lehetett volna egész sokáig. Igazából most jól felhangosítottam, hogy hátat is hallottok valamit. Hát igazából középhullámon és FM sávon tudom. Most a középhullámot azért kapcsoltam át, mert a Kossuth rádiónak tudom fejből, hogy hol van a középhullámos frekvenciája. Tehát itt 540 kHz-es a Solti rádiótonaim jelét veszi. Elvileg van benne egy ilyen autókereső funkció is. Nincs? Nincs. Van még egy középhullám oldó, az 1350... 1341 kHz-en is. Illetve 873-as az a... az a Lakihegyi. Nagyon gyengén, de ezt is fogja. Ez egy 20 kV-os adó. Vagy kV-os, ilyen vagy a kW-os adó. Ott a Lakihegyi nagy rádiótorony mellett van, és ilyen nemzetiségi adásokat ad. Ezt, erről is volt videó, amikor kim voltam, és akkor úgy mondtam, nem tudtam, hogy üzemmel-e vagy nem üzemmel, akkor utána néztem, hogy 873 kHz-en az MR4 adását adja. Viszont van Marcaliban egy másik adó, amikor azt hiszem 1341 kHz-en üzemel.
Hát jó, hát ennek nyilván ilyen kis szar beépített antennája van. Meg azt a szónakon is van egy 150 kW-os adó, ahonnan szintén sugározok valami nemzetiségi adást. Mindegy, próbáljuk meg az FM-et. Szóltak hozzá. Átkapcsoljuk ide. Hát ez a Békési Tonai Rádió volt beletéve, hogy az majd... Hoppá. Na akkor viszont itt most szünet következik, meg keresek egy másik elemet, vagyis hát kettőt. Ja, de még valamit azért gyorsan megmutatok nektek, amihez nem kell. Tehát nyilván lehet, tehát itt megvannak a gombok, ugye nyilvánokban, hogy előre és hátra is lehet a szalagot tekerni vele. Viszont, mivel az nagyon zavarta az elemet, Walkman-nel kazettát soha nem tekertünk. Hanem a szalagot visszatekerni, szóval mindjárt megmutatom, volt hozzá általában egy ilyen célszerszám. Golyóstól, rotring ceruza, stb. És akkor az úgy működött, hogy oda beletett, ide, igen, így ide bele. És akkor ezzel. Mondjam, megpróbálom úgy megfogni, hogy ti is lássátok, de ez már nem olyan egyszerű. Tehát így szépen vissza lehetett tekerni a szalagot. Igen, így, talán így még látjátok is. Talában az volt a lényeg, igen, hogy így lehetett a kivélni az elemet a Walkman-be. Akkor egy elem cserén túl nézzük tovább a rádiót. Tehát itt vannak ilyen előre beállított, de elvileg van kereső is rajta. Elvileg az is működne, hogyha ezt így nyomva tartom. Bár úgy látszik, akkor az nincsen. Hanem hogyha tudom a frekvenciát, akkor be lehet állítani. De hát sajnos nem tudom itt semminek. De most valamit megint befogtunk, az FM-en is. Akkor lehet azt csinálni, hogy fogom, így nyomva tartom, és akkor szépen elrakja az ötös helyre. Tehát legközelebb nem kell behangolnom újra. Hanem hogyha elmászkálok máshova, akkor ezt megnyom, és akkor visszaáll oda. Tehát így lehet gyorsan kiveszállni. A 94-nél azért volt beállítva, mert amikor először kipróbáltam Békésen, akkor tudom, hogy rádiónak az egyik frekvenciája, és azt tudom. És még közel is van az adó. De nyilván beépített antenna, tehát sokat ettől se lehet várni, de azért a környékbeli frekvenciákat egész jól fogja, de mindjárt akkor valamit meg is nézek. Tehát látjátok, hogy például ott vagy a frekvencia.hu, ezt ide beírjuk. És akkor keresünk egy olyan adót, ami mondjuk a közelben van, és Széchenyi hegy. Onnan csak sugároznak valamit. Budapest Széchenyi hegy. És akkor itt szépen megnézzük majd, hogy milyen FM adókat, itt is vannak az ULH rádiók, tehát például 89,5-ön van a Music FM, és az mi elég közel van a Széchenyi hegy, majdnem rá lehet látni, az például fogja. Tehát azt mondja, hogy valamit betesszük a 4-esre. Úgyhogy aztán, ahogy copyrightos legyen, most lelövöm. Akkor mit a 94,8-on megy a Petőfi rádió, 95,3-on a Dankó, Sláger FM-mal, például nézzük a 103.3 az Eletró rádió, tehát a szomszédba tudjuk még fogni. Tehát egyszerűen akkor... Még valamit fog a 96,4-en is, jó. Például a 103.3-on tudja, hogy Eletró van. És ugye a Széchenyi hegy az innen nincs messze, meg majdnem így légvonalban rá is lehet látni az adóra, úgyhogy az fogja. Szinten zuglóból. Tehát például ez a retro. Hát majd lehet, hogy az emléket ki fogom cserélni, hogyha behisztizik miatt a YouTube. És mivel ez nem egy oda-vissza játszó szerkentyű, így látszik például, az magnófejet próbálom majd megmutatni, hogyha látszik, hogy most pont hát oda a kamerát nem tudom betenni, hogy a magnófejet is lássa, de itt az a lényeg, hogy egy darab lejátszó fej van. Tehát itt meg is nyomni, tehát na talán így akkor már lejjebb jött. Igen, hogy egy lejátszó fej van csak benne, tehát nyilván mivel nem diktafon felvenni nem tud, ezért törlőfej, meg rögzítőfej, vagy ilyen kombinált fej nem kell vele. De nézzük, hogy... Tehát ami van, csak elég halk maga. De egyébként igen, így lehet tekerni, ezekkel lehet tekerni, csak...
Walkman, de az nem szabad, mert az nagyon gyorsan szívta az aksit mindig, hogyha tekertek vele. Itt van a pontos típusa is egyébként. LQ V80. És 20 station memory, az nem tudom, hogy a 20 az hogy jön ki neki. Mert van egy... Mert a középhullámon el tud tárolni 5-öt, meg el tud tárolni FM-en 5-öt. Tehát, hogy a 20 hogy jött ki neki, azt nem tudom. De úgy mellesleg, de... Mindegy. És akkor mindjárt megnézzük a másikat, mert ez viszont annyival különbözik, ez a Thomson, hogy ennek a rádió hangolója az analóg. Látjátok, hogy ez is középhullámot tud, meg... Itt FM-et, de nagyjából a gombok ugyanazok, tehát kicsit puskázok majd, igen, itt a tuninggal az a tekergetve lehet ugye a rádiót, és akkor itt van egy szinte billenő kapcsoló, hogy akkor kazetta vagy rádió. Ugye nyilván, és akkor itt van az FM még, hogy ki lehet választani. Ugye, meg itt is van külön FM stereo. Aminek még sok értelmét nem látom, mert hogyha miért hallgatna az ember monóba a rádiót, ugye a stereo-ba is lehet. És oda kell szintén a füles bedugni. A volumen az értelemszerűen a hangerő. És ez viszont már oda-vissza játszó, tehát gyakorlatilag mind a két irányomat tudja lejátszani a kazettát, és így lehet, hogy még akár lejátszás közben is váltogatni a lejátszás irányát. Hát itt is van benne egy ilyen, ez a DBB, az van, hogy ühezelt az extra basszus akármi, és így van előre-hátra tud tekerni. Hát ebbe is semmi újdonság nincsen a másikhoz képest. És akkor mondját, még a szakraval megmutatni, nem tudom, hogy mennyire fog ebbe látszani. Hogy így magát a fejet, mert ebbe is csak egy fej van. Tehát mivel fölvenni ennek se kell, csak lejátszani. Ezért egy ugyanolyan lejátszó fej van rajta, viszont nem kettő, hanem négy magos. Tehát nem tudom megmutatni így, az a baj, mert egyszer sehogy nem látom. Így én sem látom, belenézek, de az a lényeg, hogy ugye nyilván a kazettám úgy van a hang rögzítve egy a szalagon, hogy itt van négy hangsáv, ugye nyilván a jobb és a baloldali hang a stereónál, és alul is kettő. Hát most ezt nem biztos, hogy ezt szakszerűen fogom mondani, de hát mindegy, a lényeget azt majd kiérzitek belőle. Tehát ez így nagy vonalakban kb. Így néz ki, hogy... És egyszerre ugye általában ugye a legtöbb magnófaj az volt, hogy két magos volt, tehát hogy egyszerre egy irányba játszott le, és akkor ugye ott a stereo hangot vette, és hogyha lejárt a szalag, akkor így a kazettát ugye meg kellett fordítani, hogy a másik oldala menjen, és akkor viszont az lett ott felül, hogy a másik oldalon, vagy meg a kazettát megfordítottad, és akkor oda is lehetett felvenni. Tehát hogy négy hangcsatornára elvileg ugye így mindkét oldalának a szalagnak. Most a négy magos lejátszó fej az úgy néz ki, hogy nem itt két, akkor nem négy van, és akkor ez ugye egyszerre akár mind a négyet is tudnád, de nyilván azt lehet váltogatni benne, hogy most éppen melyik legyen aktív, mert egyszerűen csak ez egyik lehet. És akkor egyszerűen annyit történik ilyenkor, hogy a szalagtekerés irányát megfordítja, tehát hogyha eddig erre tekert, akkor most egy erre fog a másik irányba, és átvált a másik fejre. Hát jó, hát ez most nem biztos, hogy ez bárkit is érdekel, így a magnók működése, de akkor egyszerűen majd nézzük meg ezt a másik Walkman-t. Beletesszük a kazettát, átteszem ebbe az elemeket, és akkor majd mindjárt visszatérek. Akkor egy gyors elemcserén túl vagyunk, és akkor ezt még azért megmutatom, hogyha már így tehát működik, tehát figyeljetek erősen a két orsóra. Tehát fordog a bal oldali, átváltok a váltom a lejátszási irányt, akkor meg a másik, tehát hogy nem mindegy, hogy melyik irányba tekeri a szalagot. Az igazság pillanata, közben elindítottam a lejátszást, és van, tehát valami hang jön ki belőle. Viszont maga a szalaghajtómotor is elég hangos. Hát látszik, nem baj gyerek ez a Walkman már, és azért volt használva. Tehát lejátszás irányát megfordítjuk. De ez is működik. És akkor megpróbáljuk ki a rádióját is. Azt mondjuk, hogy... Itt ugye analógon nehezebb, és most itt a mibi van, mire van állítva középhullámra. Hát, na, tuning. Tehát megpróbálunk.
Ez a Kossuth. Igen, igen, a Kossuthot legalább egyszerű behangolni, mert azt hiszem 531-től indul a középhullám, és 540-en van. De gyakorlatilag, hogyha letekerem majdnem az aljáig, akkor csak egy picit kell mindig visszatekerni, ez itt a konyhában is van egy ilyen ébresztő oldalás rádió, ami csak a Kossuthot tudja hallgatni, bedakadt egy angerő szabályozója, és szétszedtem és kézzel visszatekertem az elejére, meg egy picit előrébb, és akkor ugye az egy olyan rádió, ami kimondott a konyhába, amit csak a Kossuth rádiót lehet rajta hallgatni. És csak addig, ameddig a középhullámon megy rajta az adás. De hogyha átkapcsolunk FM-re... Akkor... Amúgy azt is el tudom képzelni, hogy mint a mobiltelefonok magát a fülhallgatónak vezetékét használja antennának. Hát így nehezebb hangolni nyilván. Mert itt ezt kell figyelni. Tehát... Igen, hogy tudod, mert a retróra még emlékszem, hogy a 103.3 volt. Oda kéne azt a bigyuszt valahogy. Tehát 100 és 104 van, tehát... Kicsivel a 104 alatt kéne lenni a retrónak. Hát mindenit, akkor ez ennyi lenne. Két kis retró jószág, akkor be van mutatva. Egyébként van egy diszkben is itt valahol, csak ahhoz meg szintén. És az adásul aztán nem is szerúza elem kell, meg nem is kettő, hanem saját aksia van, de... Meg kéne hozzá egy zenei CD is, amit le lehet vele játszani. Mert ugye 2004 óta használtam egy diszkment, amikor ballagásra kaptam egy MP3-asat, ami MP3-as le tud játszani, az akkoriban még az volt az újdonság, hogy MP3-as CD-ről játszotta a zenéket. És hát utána a Walkman nem nagyon volt már használva. Hát aztán mennyi jött az MP3 lejátszó, ami... Mutattam már be egyszer egy kis ezért kreatív szól, nem például egyszer, és ami kb. Így ekkora volt. Az még megvan, csak szintén BP-toksia van, és már nem lehet használni, mert kb. 20 perc alatt lemerünk. Hát akkor megköszönöm, hogy ezt is megnéztétek, a rendetlenséget mögöttem ne nézzétek. Ennek a videónak a kedvéért nem volt kitakarítva. Úgyhogy akkor legyen ennyi. Tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, lehet diszlájkolni. És hát iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek. Lesz még ilyen retro rovatunk is. Sziasztok!